Érkeznek a PMFC és a foci világ képviselői a gyermekklinikára. Nem jöttek üres kézzel, hiszen a Maszkoljunk Együtt elnevezésű közös akció során befolyt 500 ezer forintot jelképező utalványt adják át. Sajnos, hogy a hétköznapi életünkben ezt viselnünk kell. Én azt gondolom, hogy az viszont egy örömteli dolog, hogy minél több PMFC-t és maszkot látunk. Úgyhogy nagy dicséret szurkolóknak, egyrészt a saját maguk és a társaik egészségének a figyelmére való tekintettel is, illetve azt, hogy részt vettek ebben a kezdeményezésben, és támogatták a PMFC-t, a foci világot és a gyermekklinikát. Az akció lényege, hogy a PMFC shopban vásárolható minden egyes maszk árából felajánlottak 500 forintot a Pécsi Gyermekklinika visszatérés alapítványának támogatására. A PMFC-vel közösen indítottunk egy szurkolók felé egy megkeresést, hogy ha már szükséges maszkot hordani, és a szükséges rosszat kössük össze egy hasznos és egy jótékony céllal, úgyhogy minden egyes eladott PMFC maszkból 500 forintot adományozunk a gyerekklinika részére, és erre volt egy felhívás a szurkolók felé, hogy jöjjenek, szurkoljanak a PMFC maszkban, vásárolják meg nálunk, és ebből a befolyt összegből egy részét a gyerekklinikának adományozzuk. A visszatérés alapítványt a Pécsi Gyermeksebészet munkacsoportja hívta életre még 1990-ben, hogy ezen keresztül mozgósítsa a civil társadalom erőforrásait a gyermeksebészeti betegellátás javítása érdekében. Nagy segítség, minden adománynak örülünk, ennek az összegnek is nagyon-nagyon örülünk, amit a gyermektraumatológiai ellátás fejlesztésére fogunk fordítani. Rögzítőket fogunk belőle vásárolni, amit idéglenesen föl tudunk helyezni a gyermekek sérült végtagjaira, illetve egyéb eszközöket fogunk még ebből vásárolni. Az akció folytatódik. A PMFC labdarúgó csapata reméli, hogy hamarosan nézők előtt játszhatja az MB2-es gárda mérkőzéseit, és így még többen vásárolnak majd a csapat logójával ellátott maszkokat.